Sokszor keresnek meg azzal a problémával, hogy a teleszkó belsejéből szivárog valamilyen olajzsír. Lehet, hogy már te is találkoztál valamikor ilyen jelenséggel, ha neked ilyen típusú teleszkópod van, ugyanis ez csak egy bizonyos esetben természetesnek mondható. Egy rugós villa esetében ez egy teljesen standard dolog, ugyanis a teló belsejében található kenőanyagot a mozgás következtében folyamatosan ugye úgymond nyomja kifele egy picit a becsúszó szára. Egy olyan telóról beszélünk, ami nagyon elterjedt és nagyon egyszerű a felépítése. Az út egyenletlenségéből jövő ütéseket egyszerűen csak egy rugó csillapítja, és mondhatni, hogy semmi több, ennyire egyszerű. Ha most ilyenkor ezt gyárilag, meg egyébként is egy karbantartásnál, ezt meg kell kenni, tehát ezt érdemes. Szétszedjük, ugye amikor összerakjuk, akkor előtte fogjuk, és akkor szépen a rugókat ott belül megkenjük, hogy szépen a becsúszó száraz mozogni tudjon. Na most, amikor ez meg van kenve, hogy nyilván nyomja kifele magából, majd folyamatosan ezt a kenőanyagot. Tehát tételezzük fel, hogy elviszed szervízbe, a szervíz ezt kipucolja, kitisztítja, és újból bezsírozza, ugye, kenőanyaggal ellátja. Tehát ne jegy meg akkor, amikor egy új kerékpárt vagy teleszkópot veszel, vagy éppen elvitted egy karbantartásra, és utána intenzívebb ez a jelenség, ugyanis az frissen van megkenve, és gyakorlatilag ez egy természetesnek mondható, hát ez egy vele járója, hogy akkor most intenzívebben fog kifele jönni ugye az a kenőanyag cucc belőle. A villa bal oldalán, a tetén három dologgal találkozhatsz. Az egyik. Egy sima zárókupak, zárófedél, amivel semmit nem tudsz kezdeni. Második esetben pedig egy úgynevezett preload, ez szokott ráírva lenni, amikor nincs, akkor fel fogod ismerni azt, hogy ezt már tudod tekergetni. Jobbra vagy balra, pozitív, negatív irányba. Ez úgynevezett rugó előfeszítésről beszélünk, tehát ezt hivatott ellátni, amikor van rajta egy úgymond kis tekerentyű állítási lehetőség. Harmadik lehetőség, amikor egy szelepet látsz rajta, amit lehet pumpálni. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy kerékpár belsőjének az autó szelepe, és azt lehet ugye pumpálni. Egy ilyet kell neked keresned. Van, amikor van rajta egy ilyen kis zárókupak, ami ezt elfedi, ezt a kis szelepet, de van, amikor egy az egyben látszik rajta ez a kis szelep. Tehát ha látsz rajta egy olyan kupakot, ami azt feltételezi, hogy ez levegős teleszkópról van szó, akkor próbáld meg ezt a kis fedelet eltávolítani. Ez normál menetes, azaz az órajárásával ellentétes irányba kell kicsavarozni, és ha ez lejött a kupak, meglátod a szelepet. Tehát, hogyha nincs szelep, hanem csak egy kupak vagy egy előfeszítés állítási lehetőség van rajta, akkor ott rugós villáról beszélünk. Ilyenkor no para. És ha tetszett ez a videó, akkor dobj egy kommentet, lájkot és kövess Varga öcsit!